Több száz tonna illegális hulladékot számol fel a napokban a Via Kanizsa ZRT a Móric helyi hegy lábánál. A helyiek szerint már 40-50 éve gyűlik a szemét az erdei horhosban. A terület közigazgatásilag nagy kanizsához tartozik, a felszámolás több mint 10 millió forintjába kerül a városnak. A csütörtökön készült felvételeken látszik, ahogy a munkagép éppen kiszállítja az évtizedek alatt felgyülemlett hulladékot egy olyan helyszíről, amelynek a megközelítéséhez is komoly munkára volt szükség. Az aktuális szemétdomb nagyjából 15 tonnányi volt. Mint azt a helyszínen megtudtuk, nem ez volt az első beavatkozás. A Netta Pannonia, mint alvállalkozó, már 200 tonnányi szemetet elszállított a helyszínről, de a növényzet által őrzött területen még legalább 150 tonnányi illegális hulladék van. A halom tartalma kommunális szemét, építési törmelék és veszélyes hulladék vegyesen. A Moricei hegy lábánál hétfő óta dolgoznak a szolgáltató munkatársai. Az ügy hónapok óta húzódik, a területet a hulladék radar applikáció segítségével azzal a megyei kormányhivatal fedezte fel, majd kötelezték a tulajdonost, Nagykanizsa önkormányzatát az illegális hulladék verakó felszámolására. Kamá László, a Via Kanizsa ZRT műszaki, városüzemeltetési igazgatója elmondta, az előzetes költségbecslések idején kiderült, a munká sem az önkormányzat, sem a VIA költségvetésében nem volt keret. Így a cég üzleti tervének elfogadása után tudtak nekiállni, amint egy 10 milliós összeget igénylő felszámolásnak. Mint a Sauta Marcella a Szociális Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a munkának csak egy hosszú folyamat után tudtak nekiállni, hiszen költséges projektről van szó, ami ráadásul az emberi gyarlóságnak az eredménye. Ez egy közigazgatási eljárás volt, Megletünk megkeresték az önkormányzatot, az önkormányzat a cégén keresztül intézkedett, itt fölmérték a területet, Idén a költségvetés elfogadásánál a, a cégnek terveznie kellett a felszámolással kapcsolatos költségeket. Tehát ez egy folyamat eredménye. Most állunk ott, hogy elindulhatott ez az illegális lerakónak a, a felszámolása, és mondom, rengeteg pénzbe fog kerülni ez a városnak, ezt a pénzt, ezt másra is költhettük volna. Az anyagi költség valóban tetemes, a szakemberek együttes véleménye az, hogy az emberi gondolkodásmódot kellene megváltoztatni, és a megelőzésre még nagyobb hangsúlyt fektetni.